Sziasztok! Mai könyvem egy kicsikét formabontó lesz abból a szempontból, hogy egy családregény gyakorlatilag. A szerző Herman Wouk, tőle már mutattam be nektek korábban művet, és így látható a könyv. A könyv címe pedig Kívül belül, ez nem egy hentes regény egyébként, bár a nevében el is asszociálhatnánk, hanem egy zsidó család életét dolgozza fel az 1920-as évektől kezdődően. Fel lehet tenni a nagy kérdés, hogy miért olyan nagy sztori. Nagyon egyszerű. Az első világháború végén Európában nagyon megkavarodtak a dolgok, szétestek az addig nagyon keményen betopozódott államok, és azok a rendszerek, amik eddig működtették, és gyakorlatilag meghatározták a mindenkori politikai viszonyokat, ezek teljesen széthullottak, és új irányzatok, új eszmék kezdenek gyökeret verni a fiatal vagy öreg Európában. Új államok jönnek létre, régiek szűnnek meg, és ebben a kavalkádban, ebben a hirtelen váltásokban, amelyek a következő évtizedekben uralkodóvá válnak, ezekben az időszakokban a zsidóságnak is nagyon nehéz sors jut ki osztály részéről. A könyv cselekménye egy fehér orosz zsidó család körül fog zajlani. Kivándorolnak az Egyesült Államokba, ami ugye az 1920-as években minden európai ember számára a jólétet, a gazdagságot és az új világ lehetőségét, az új élet reményét hordozza magába. Nagyon sokan hagyják el Európát, nem csak orosz zsidók, olaszok, írek, magyarok, németek, aki csak teheti, menekül a nyomor elől azért, hogy az amerikai álmot sikerüljön megvalósítania, és hogy az utódainak a jövőt meg tudja teremteni. Ez az orosz zsidó család is ezt az utat kezdi el járni, kihajóznak, elhajóznak nagyon nehéz viszontagságok között az Egyesült Államokba, és gyakorlatilag nyomon követhetjük azt, hogy azok az értékek, amiket magukkal hoznak Európából, és mint zsidó gyökerek, hogyan tudják, hogyan próbálják meg integrálni abban a világban, ahol túl a kapitalizmus, ahol gyakorlatilag mindenki a pénzt próbálja hajtani, ahol nem számítanak igazából a gyökerek, és mindenki valami újabb próbál előrukkolni annak érdekében, hogy napról napra a túlélését biztosítani tudja. A fiatalok, az idősek, mindenki küzd, és mindenki nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerül amiatt, mert be kell illeszkednie az új társadalomba, az új világba. Biztosítatott titeket arról, hogy ez a regény bőven akad cselekményben gazdag megoldásokat, rengeteg fordulat van benne, rengeteg dráma van benne, és ez pont abból adódik, hogy bizony az emberi sorsok sajnos sokszor nagyon negatív körülmények közé vannak beszorítva, és a szerző sem fukálkodik egyébként az információval. Maga az alapanyag egy amerikai tisztviselő önéletrajzi írásából adódik, az ő szülei is bevándorlók voltak, és nagyon jól fel tudta használni a szerző azt, ahogyan a zsidók látják, vagy látták a 1920-as, 30-as, 40-es években az európaiak szemével az Egyesült Államokat. Akit érdekel a történelem, érdekel kicsikét a 20-as évek Amerikája, és érdekli a regényírás, és szeretne egy kis fordulatos családregényt olvasni, annak mindenképpen ajánlom a figyelmébe. Sziasztok!